Jelen pillanatban ugye 200 ügyben folyik nyomozás, 800 országosan a sértettek száma, 207 gyanúsított van, közülük 105-en előzetes letartóztatásban. Győr-Moson-Sopron megyén kiváló helyzetben van, összesen 2 ügyben van nyomozás, 2 különböző gyanúsítottal szemben, itt a sértettek száma 19. Azt lehet mondani, hogy a legtöbb ügy Borsodabban, Zemplén megyében van, és Szabolcs-Szatmár megyében. 3 plusz 1 dologban köszönhető az uzsora bűncselekménynek, hogy az uzsora bűnözés elleni hatékony fellépés. Az egyik valóban az, hogy az országos rendőr főkapitány szeptember közepén ugye létrehozott egy 12 fős nyomozócsoportot az Országos Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságán, akik nem csak azt érték el, hogy a folyamatban lévő ügyeket összehangolták, a nyomozásokat figyelemmel kísérték, hanem módszertani mutatott és kidolgoztak ugye a rendőri szervek számára, mert az ilyen speciális bűncselekmény, függetlenül attól, hogy kiemelten veszélyes a társadalomra, önmagában az uzsorázás, rendszerint járulékos, más súlyos belépőmokat is megvalósítanak. Ugye eddig egy jogerős ítélet van a valamilyen bíróság ítélete, de ugye miután a uzsora bűncselekmény büntetési tételének a felsárta 5 év, és ott 8 év, 10 hónap börtönbüntetést szabtak ki jogerősen. Az azt jelenti, ugye, hogy valószínű más bűncselekményeket is elkövetett a gyanúsított, úgy, mint hogy a súlyos testisértés, kényszerítés, önbíráskodás, tehát ezért is ugye halmozott a hogy különösen veszélyes a társadalom az uzsora bűncselekmény. De mondom még ezt, az uzsorázás az 5 év között. Tehát egyik az, hogy nagyon hatékony nyelvás a rendőri feltelítés. Másik, jót tett a jogszabályváltoztatás. Ugye ennek 2 lényeges momentuma van. Az uzsora bűncselekmények alapesetéből az üzletszerűséget a jogalkotó kivette és minősített esetét tette. Az azt jelenti, ugye, hogy 5 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a törvény, egyébként teljesen életszerűen az uzsorásságből értelmű rendszerűen fogja elkövetni a bűncselekményt, mint a másik pedig nem, ami a nyomozások eredményességére és jótékony hatással volt, ugye azt mondta a jogalkotó, a jogszabály módosítással összhangban, hogy aki még mielőtt a hatóság tudomására jutna a bűncselekményt, azt fölfedi, a büntetése korlátlanul elkülönül a második csoport, tehát egy jogszabályi változás, a harmadik a nyilvánosság is köszönet a médiának. Azt lehet látni, hogy a sértettek, akik korábban nem mertek feljelentést tenni, naponta azzal szembesültek, hogy híradóban, újságokban ugye látják, hogy az ő környezetekből az uzsorást ugye a rendőrség kivonta, a bíróság nem tartóztatta. Tehát bátrabbak lettek. Ez a 3 dolog. És a plusz 1. A plusz 1 az pedig nem, talán jó esélyt ad arra, hogy az uzsora bűncselekményeket megszüntessük. Az a közfoglalkoztatási program, amit ugye a belügyminisztérium elindított, most ezt a start munkának nevezik. Tehát amikor az uzsorást kimondjuk ebből a körből, ahol ugye a bűncselekményeket elkövetik, igen, kíméletben mondom, megsarcolva az egyébként rászorult embereket, akkor ott keletkezik egy úgynevezett megélhetési vákum, és sokszor azért nem tettek feljelentést, mert ugye mindegy, hogy az uzsorás ilyen drasztikus módon sarcolta őket, de azért minden hónapban, ugye különös az élelmiszer uzsorára figyelemben, csak volt valami megélhetés. Na most, és ezért is ugye álltak el a feljelentéstől, mert veszélyeztetve látták a létüket. Na most ugye eddig is több mint 20 ezer ember vett részt a közfoglalkoztatási programban, de 2012. január 1-től 94 halmozottan hátrányos kistérségben indul el a belügyminisztérium közfoglalkoztatási vagy start munka programja. Tehát úgy is lehetne fogalmazni, hogy legális megélhetést és munkát biztosít azoknak, akik eddig a közölásokra szorultak. Most, hogyha ez meglétezik, vagy létrejön, akkor Európában példátlan módon ugye, sikerül visszaszorítani ezt a bűncselekményt.